Minden évben munkahelyteremtő beruházások címén rócsózunk az országban, hiszen nagyon jó hírt tudunk minden megyében mondani. Ugye az elmúlt esztendőben, itt az idei esztendőben azt tudom mondani, hogy a legmagasabb összeg, ami a rendszerváltás óta rendelkezésre állt munkahelyteremtő támogatás címén az idei évben lesz kifizetve, mert ugye most még azért folyamatban vannak a nyertes pályázókkal való szerződéskötések. Ugye eredetileg 10 milliárd forintot terveztünk erre a célra, majdnem 22 milliárd forint érkezett be pályázati szinten. Több jó pályázat volt, mint 10 milliárd forint, ezért a Nemzetgazdasági Minisztérium úgy döntött, hogy újabb 3 milliárd forinttal kiegészíti ezt a keretet. Tehát összességében 13 milliárd forint támogatást sikerült lekötni. Ez nagyságrendileg 6500 új munkahelyet létesít Magyarországon, és körülbelül 13000 meglévő munkahely megőrzését is szolgálja, hiszen ugye a alapfeltétel az, hogy a meglévő statisztikállományi létszámot kell növelni, és a növelt létszámot kell legalább 2 évig tartani. Szabolcs-Szatmár-Bereg megye immáron azt tudom mondani, hagyományosan jó szereplője a pályázatoknak. Ugye cáfolat ellent mond annak a feltételezésnek, ugye, ami a korábbi években volt, hogy hát ezek a hátrányos helyzetű megyék, Borsod, Szabolcs, Nógrád, Baranya, Heves, itt nincsenek olyan vállalkozások a KKV szektorban, akik képesek fejlődni, fejleszteni. Hát ez a pályázati eredmények erősen rácáfolnak erre, hiszen a legtöbb sikeres pályázó Borsod-Abaúj-Zemplénből, Szabolcs-Szatmár-Bereg megyéből, Hevesből és Baranya megyéből érkezett. Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében összesen a 13 milliárd forintos keret tekintetében több mint 1,5 milliárd forint jut csak erre a megyére. Ezzel nagyságrendileg közel 650 új munkahelyet sikerül Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében létesíteni. 79 darab pályázat van, amelyik nyertes. Általában azt tudom mondani, hogy a 2-3-5-10 főt foglalkoztató cégek nagyságrendileg ilyen 1-2-3-5 fős létszám növekedés, ami általában igaz. Van 3 olyan pályázó, amely 50 fő feletti beruházást hajt végre. Most az egyik ilyennél vagyunk, ahol ugye több mint 80 fő új munkahely létesülhet, aminek a döntő többsége, ugye az előbb mondtam egy számot, hogy több mint 600, ebből olyan 580 körüli az, akik regisztrált álláskeresőt fognak fölvenni. Tehát magyarul munkanélküliek fognak a versenyszférában, az elsődleges munkaerőpiacon munkához jutni. Ez egy nagyon-nagyon jó hír, ennél jobb hír szerintem nem is nagyon tudnánk mondani. Az iparágakat tekintve azt tudom mondani, hogy a faipartól kezdve az élelmiszergyártáson keresztül a feldolgozó ipar, ezek azok az iparágak, amelyek most Szabolcs-Szatmár-Bereg megyét tekintve sikeresen pályáztak, tehát egyértelműen a termelőszféra vitte a prímet ezen a fronton. Nyilván ehhez kellett az is, hogy a munkatársaink a munkahelyi központokban, kirendeltségeken eljutassák az információt az érintettekhez, a vállalkozásokhoz, és biztos, hogy a sikerben ez is benne van, úgyhogy köszönöm mindenkinek a munkáját. Nekem pedig ugye megyebelinek így halkan zárójelben mindig különös öröm, hogyha a Szabolcs-Szatmár-Bereg megye képes ilyen jó teljesítményre. Engedjék meg, hogy két mondat erejéig még fontos témák, ugye szoktam azért kuriózumot is mondani, és most is szeretnék egy olyan hírt megosztani, ami szerintem fontos, és talán nem igazán jutott még el az érintettekhez a sajtón keresztül. A szabad vállalkozási zónákkal kapcsolatban július 1-től egy nagyon komoly változás, nagyon jó, pozitív értelembe vett változás következett be. Ugye a zónákat január végén még a Vásáros-Naményi kihelyezett kormányülésen jelentettük be. Az alaphelyzet ugye itt az, hogy ha valaki a zónában 100 millió forint fölötti beruházást hajt végre, akkor részben társasági adókedvezmény kaphat, részben pedig az ehhez a beruházáshoz kapcsolódó új munkahelyek létesítésénél ugye szociális hozzájárulási adókedvezményt vehet igénybe, röviden, tömören, de ugye ez a szabály csak a 100 millió forint feletti beruházásokra volt igaz. Jelentem, július 1-től ez már nem így van, tehát július 1-től egy olyan módosítást vezettünk be, ami arról szól,
hogy akit a szabad vállalkozási zóna kijelölése, vállalkozás ott ért, tehát magyarul Nyírbátor és térségében van egy olyan vállalkozás, aki július 1-e után szeretne fölvenni létszámot, mindegy, hogy nincs 100 millió forintos fölötti beruházása, az új létszámot tekintve ugyanazt a szociális hozzájárulási adó kedvezményt igénybe veheti. Ez azt jelenti, hogy 2 évig 0 forintot, a harmadik évben pedig fél szocót vehet igénybe, magyarra fordítva, ez több mint 800 ezer forint megtakarítás, éven, illetve ez alatt az idő alatt, a 3 év alatt egy ember után egy vállalkozásnak, úgyhogy gyakorlatilag egy darab pályázatot nem kell neki sehová beadni. Eznek szerintem óriási jelentősége van. Azok, akik vállalkozások ugye most ezekben a zónákban működnek, egész biztos vagyok benne, hogy nagyon intenzíven igénybe fogják ezt a támogatási formát venni. Ez egy 10 fős vállalkozásnál majdnem 10 millió forint, tehát ez egy igen jelentős dolog. Természetesen tettünk azért mögé néhány féket, tehát például az egyik ilyen fék ezzel kapcsolatban, hogy a munkahelyek számát növelni kell, tehát a meglévő statisztikai állományi létszámot növelni kell. Az is egy fontos feltétel, hogy a legalább 6 hónapja állandó lakcímmel kell rendelkezni a zónában annak a munkavállalónak, akit föl fog venni. Magyarul ezzel nyilván azt szeretnénk elérni, hogy ne zsilipeljék át Nyugat-Dunántúról, vagy innen-onnan, amonnan az embereket, hanem itt találjuk meg annak a lehetőségét, hogy az itteni vállalkozások, vagy az itteni munkavállalók jussanak szerephez. Illetve hát talán természetesnek mondható, hogy ezzel a munkahelyteremtő beruházásos támogatással együtt nem lehet a kettőt igénybe venni, hiszen gyakorlatilag akkor ugye kettős finanszírozás állna elő. És még egy dologról szeretnék megemlékezni, ugye nemrégiben indítottunk a önkormányzatokon keresztül diákmunka keretében, ilyen még nem volt, ugye egy 2 hónapos gyors talpalós, tehát ugye szerettük volna a diákok zsebébe egy kis pénzt tenni a nyári időszakra. Ugye itt önkormányzatokon keresztül 1,5 milliárd forintot különített el a Nemzetgazdasági Minisztérium erre a célra. Jelentem, óriási sikere van a programnak, de hát ez borítékolni lehetett előre. Annyit tudok mondani, hogy a mai napig csak Szabolcs-Szatmár-Bereg megyébe több mint 2000 diák kezdte meg a munkáját ez alatt az idő alatt, úgyhogy ez ezen szegmensben is nagyon jól teljesít a megye, úgyhogy remélem, hogy a diákok is örülnek ennek, és ezen főbuzdulva remélem a következő években is sikerül ennél nagyobb keresztmetszetben is majd segíteni.